Megadom a viszontválasz lehetőséget miniszterelnök úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, házelnök úr. Mielőtt egy-egy hozzászólásra szeretnék választ adni, egy általános kérdéssel szembesülni kell minden hozzászóló, legalábbis az ellenzékiek azt mondták, hogy hát nem látják pontosan, mi történik. Elnézést az ismétlésért, csak nyilván nem volt abban a teremben, amikor a beszédemnek ez a részéhez érkeztem. Szeretném felsorolni, hogy 2010. december 23-a és 2011. február 15-e között mi minden történt ebben az országban. Először is a 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nők döntésük alapján elmehetnek nyugdíjba. Ez korábban nem így volt. A magánnyugdíjrendszert átalakítottuk, és újraépítjük a közbizalmat az állami nyugdíjrendszer iránt, és ezért egy átfogó nyugdíjreform első két lépését másfél hónap alatt megtettük. Ebben az évben január 1-től 3 éves lett a gyes. Meghosszabbítottuk a lakás árverezési moratóriumot annak érdekében, hogy megvédjük azokat az embereket, akiket kilakoltatás fenyeget. Felállítottuk egy olyan, újra szerveztük a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, fölállítottunk egy olyan új szervezetet, amelytől elvárható, hogy eredményesen gyűjtse be a lecsökkentett adó mellett a szükséges adóbefizetéseket. Az Európai Uniótól megkaptuk a kedvező döntést egy bonyolult eljárás eredményeképpen, és pillanatokon belül megkezdődik egy több ezer munkahelyet teremtő nagy beruházás Győrben. Megállapodtunk a fuvarozókkal, és a magas üzemanyagáremelés miatt egy kereskedelmi gázolaj rendszert hoztunk létre. Megkötöttünk több megállapodást, amely ahhoz vezet el bennünket, hogy Magyarország kiszabaduljon az energiafüggőség helyzetéből. Most csak azokat a dolgokat mondtam önnek, ami az elmúlt 45-50 nap alatt történt. Komolyan gondolják, hogy ez egy olyan kormány, amelyik nem diktálja a tempót? Én arra emlékszem még az őszi ülésszak során, hogy ők állandóan azt kérték tőlünk, hogy lassítsunk már, ne hozzunk annyi döntést, ne szervezzünk át annyi mindent. Most meg hirtelen kevés lett, tisztelt hölgyeim és uraim. Hogy általában szeretném kérni önöket, hogy annak érdekében, hogy ennek a vitának ne csak az önök felháborodási energiáit felszólító hatása érvényesül, megértem, hogy fontos, hanem az ország javát is szolgálja, vegyük egymás komolyan, és próbáljunk olyan állításokat megfogalmazni, amely egy korrekt vita kiinduló pontjául szolgálhat. Az a megállapítás, hogy a kormány ne tudná, mit akar, és ne hozná megfelelő ütemben döntéseket, ez egy olyan állítás, ami kívül van a hihetőség határa. Tisztelt hölgyeim és uraim, ami Vona Gábor úr megjegyzéseit illeti. Szeretném világossá tenni, hogy forgatókönyv szerint haladunk, amit én minden egyes adandó alkalommal el is mondok. Az első ülésszak idején, közvetlenül a kormányváltás után az volt a feladat, az MSZP-sek ugyan vitatják, hogy a helyzet nehéz lett volna, de a feladat mégiscsak az volt, hogy megmentsük Magyarországot az összeomlástól. A második ciklusnak az volt a feladata, hogy ne csak megmentjük a közvetlen veszélytől, hanem stabilizálni kezdjük az ország helyzetét, hogy utána nagy átalakításokat el lehessen végezni. Ha nem stabilizáljuk a helyzetet bankadóval, válságadóval, és még jó néhány hasonló döntéssel, ha nincs biztos pénzügyi alapja a 2011-es és 12-es évekkel, akkor nem tudjuk újjászervezni az országot. Megvan a dolgoknak a rendelt ideje és szabályos üteme. Tehát stabilizáltuk az ország helyzetét, most egy új alkotmányt fogunk elfogadni itt a házban, utána április végéig, utána ennek az évnek, 2011-nek a végéig megalkotjuk a szükséges kétharmados törvényeket, az egész alkotmányos rendszer képes legyen megújulni, és közben egyébként a nagy, mindannyiunk számára fontos szektorok újjászervezést is el fogjuk kezdeni. Én azt szeretném mondani önöknek, hogy hát azért némi figyelmet szenteljenek annak is, ami a házon kívül történik. Nem tudom, önöknek nem tűnt-e föl, hogy az elmúlt hónapokban zajlik egy szakmai konzultáció az oktatási rendszer jövőjéről. Mindenkit meghallgatunk, akit meg lehet. Én elmondtam már az előbb is, hogy mi nem azt a politikát folytatjuk, amit a meglehetősen elitista vonalat képviselő szocialista párt erőltetett az országra, miszerint megreformálunk benneteket, ha beledöglötök is. Mi ezt nem fogadjuk el.
Ezért először, mielőtt bármilyen nagy átalakítás és átszerzés megindulna, konzultációkat tartunk. Hónapok óta zajlik az oktatási rendszerről zajló konzultáció. Hasonlóképpen hónapok óta zajlik, járjuk körbe az országot, az egészségügyi átalakítással kapcsolatos várakozásokat és igényeket fölmérendő. Aztán, mikor ezen túl vagyunk, akkor be fogjuk terjeszteni ide a ház elé, az beszédben említett időpontig, azokat az elgondolásokat, amelyek nem a megoldások még, csak alkalmasak arra, hogy önök majd megtalálják a megoldást, mert ezekről a kérdésekről önöknek kell törvényt alkotni. A kormány el fogja végezni a munkáját, olyan dokumentumot terjeszt elő, amely alkalmas egy vita alapjául, hogy önök aztán eldönthessék, hogy milyen legyen a magyar oktatás, milyen legyen a magyar egészség a következő 10-15 évben. Ez a dolgok normális rendje, ha az ember valóban demokrataként szeretne egy ország számára megújulást elérni. A közbiztonság kérdése. Először is szeretném jelezni az önök számára, hogy Ózdon valóban volt egy nemzeti konzultáció a közbiztonság kérdéséről, és ha még van erejük és idejük visszaemlékezni, már nagyon réginek tűnik a sok döntés miatt, ha van erejük visszaemlékezni a nyáron meghozott törvénymódosításokra, akkor annak az ózdi konzultációnak az ott elhangzott javaslatokat, véleményeket tekintve kb. 90%-a bekerült az önök döntése révén is a magyar jogrendszerbe. Olyan új eszközöket vezettünk be, amelyek korábban tabunak számítottak, és elutasította őket mindenki. Ennek meg is van a hatása, még ha önök is egyébként ezt kétségbe vonják, nem lehet azt mondani, hogy az ország ma közbiztonság szempontjából ugyanolyan állapotban lenne, mint volt ezelőtt 9 hónappal. Ez egész... Én értem, hogy önök ezt szeretnék, de nem így van. Az ország nincs rosszabb állapotban közbiztonság szempontjából, és ráadásul önök is ismerik a megoldást, rendőröket kell szolgálatba állítani. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy március 6-án 1960 tiszthelyettes teszi le az esküjét, annak a megfeszített munkának az eredményeképpen, amelyet az elmúlt hónapokban a belügyminiszter végzett, hogy legyen elég rendőr, akit ki lehet és ki kell küldeni a közbiztonság érdekében az utcára. Még egyszer mondom, 1960 tiszthelyettes teszi le az esküt március 6-án. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy az ózdi nemzeti konzultáción kívül jártunk-e még Borsodban, mindenki szeretném fölhívni a figyelmét, hogy ott egy árvíz volt. A kormány tagjai egymásnak adták a kirincset. Minden nap volt ott valaki, annak érdekében magam is, hogy el tudjuk hárítani a közvetlen veszélyt. Tehát arra a kérdésre, frakcióvezető úr, hogy jártunk-e ott azóta is, a válasz, hogy jártunk. Sokan, sokszor. Ami pedig az egyiptomi forradalmat próbálja összefüggésbe hozni a személyemmel, ott azt szeretném önnek mondani, hogy ne higgyen el mindent, amit olvas. Nem igaz, hogy mindenről én tehetek, ami rossz a világban. Ami azt a kijelentést illeti, és engedjék meg, hogy ennek azért kellő teret és komolyságot adjunk, viszont Magyarországnak nincs jövője az Európai Unióban, a következőt szeretném a képviselő úrnak mondani. Először is irigylem a magabiztonságát és a jövőbe látó képességét. Tekintettel arra, hogy maga az Európai Unió is átalakulásban van. Ezért kijelenteni, hogy nekünk ott nincs keresnivalónk, a logika általános szabályai szerint eleve tévedés, minden politikai szándéktól függetlenül. Hasonlóképpen az a kijelentés, hogy nem lehet az adósság csapdából kilábalni, ez egy olyan gondolat, ami nagyon komoly következtetéseket hoz magával. Kétségkívül sokan vannak, sok olyan országban, és csak azt sem mondom, hogy a nyugati világon kívül, mert belül is tálunk belőlük néhányat, akik nem fogják tudni visszafizetni az államadósságokat. Nem kevesen vannak. Ha látjuk a számokat, ismerjük a trendeket, ki tudjuk számolni, eljön a pillanat, a törlesztésnek az adott napja, amikor egész egyszerűen több ország nem fog tudni fizetni. Ő nekik majd átütemezik az adósságukat. Az a kérdés, amit meg kell válaszolni. Szeretnénk mi ezek közé az országok közé tartozni, tisztelt képviselőtársaim? Valóban azt gondoljuk, hogy ha az adósságot nem visszafizetjük, hanem bejelentjük, hogy nem tudunk fizetni, és utána elkezdik azt átütemezni, akkor mi jobban fogunk járni. A fizetésnél sokkal jobban fáj az adósság újjárendezése. Adósság elengedés, szeretném megjelni, olyan nincsen. Sose volt. Nézzenek ennek utána egy kicsit alaposabban. Az adósságot átszerkesztették, átütemezték és átszerkesztették. És a nemzetközi tapasztalat az az, hogy mindenki rosszabbul járt, aki ebbe a körbe került, és nem sikerült ebből kimaradnia. Ezért én kalandorságnak, átgondolatlannak,
megfontolatlannak és szakmailag védhetetlennek tartom azt az álláspontot, hogy Magyarország az adóssága törlesztése helyett meneküljön bele inkább egy adósságválságba, és vállalja az ország fizetésképtelenségével járó kártételt. Ezt én nem vállalom. Nem javaslom a parlamentnek, nagyon kérem, hogy erre az útra a Magyar Országgyűlés ne lépjen rá. Ami a cigányügyet illeti, amit ön szintén felvetett. Először is szeretném leszögezni, hogy a magyar parlament épülete Magyarországon van, Magyarország pedig az európai kultúrkörhöz tartozik. A mi fölfogásunk szerint az európai kultúrkör kiindulópontja, mondjuk úgy erkölcsi kiindulópontja az az, hogy felesleges élet még nem született. Minden ezzel ellentétes állítást elutasítunk. Hasonlóképpen túl azon, hogy felesleges élet még nem született, felesleges és indokolatlan élet pedig nincsen, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Az életet tisztelni kell, és ahhoz kell segítséget nyújtani, hogy az élet a maga útjait megtalálva a lehető legteljesebb mértékben ki tudjon teljesedni. Erről a filozófia alapról mi keresztény demokraták nem fogunk lemozdulni. Engedjék meg, hogy néhány gondolatban nem túl hosszan föltartva önöket, Schiffer képviselő társamnak is válaszoljak. Nyilván bonyolultan fogalmaztam a idén nyitó beszédben, ezért megismétlem annak egyik mondatát. A 250 milliárd forintnyi stabilitási alapot azt a jelenlegi költségvetés keretein belül jelölik ki. Tehát nem újabb bevételekről gondolkodunk, az a költségvetés, ami előttünk áll, az átszerkesztésre szorul annak érdekében, hogy 250 milliárd forintot egy stabilitási alapba tegyünk. Ha a dolgok jól alakulnak, ez a stabilitási alap nem kell, hogy felhasználásra kerüljön. De ebben a pillanatban a rendkívül súlyos európai válság fenyegetések miatt erre senki semmilyen garanciát nem adhat. És ugyanakkor nem állhatunk egy újabb válsághullám idején egy meglehetősen alacsony költségvetési tartalékkal ellent a válság hullámainak. Ezért én tudom, hogy ez kényelmetlen, a miniszterek tudnának erről beszélni, hogy mennyire az, de mégis kénytelenek vagyunk egy ilyen stabilitási alapot létrehozni annak érdekében, hogy az ország biztonságban érezhesse magát a következő hónapok során is. Tisztelt Schiffer képviselőtársam! Most arra a kérdésre megengedi, nem térnék ki, mert minden, én ott voltam egyfelől, másfél, aki akarta, szó szerint hallhatta, hogy mi hangzott el az Európai Unió parlamentjében. Ott alig volt szó a médiatörvényről. A médiatörvény az egy bevezető mondat volt, ami után minden baloldali képviselő a leggyalázatosabbakat, dolgokat mondott magyar, a leggyalázatosabb dolgokat. Magyarországról, a magyar demokrácia állapotáról, a magyarok demokrácia rendi elkötelezettségéről. Egy országot nem lehet... Tudom, hogy önök ezt nem értik, ezt én megértem. De egy országot nem lehet sértegetni. Én tudom, hogy a szocialistáknak sosem volt fontos, igazán fontos az ország önbecsülése, és amint lehetett, becsúsztak a küszöb fölött és az ajtónyílás alatt. Ez rendben van, ennek a kurzusnak vetettünk véget, és ha meg fognak bennünket támadni, akkor is, ha önök adták a remeknek tűrő ötleteket, akkor is ezeket a vádakat el fogjuk hárítani, és Magyarországot, miután egy demokratikus kormánynak ez a kötelessége, mindig, minden körülmények között önbecsülésében meg fogjuk védeni. Schiffer képviselőtársának szeretném mondani, hogy minden törvény megalkotásának és módosításának megvan a maga rendje. A médiatörvény megalkotásának is megvolt a rendje. Itt mindenki elmondhatta, amit erről gondolt. A döntés megszületett. Ha valamilyen okból úgy döntünk, hogy a médiatörvényt módosítani érdemes, akkor vissza fogjuk hozni ide újra a ház elé. Önnek ismét módjuk lesz elmondani azt, amit ezzel kapcsolatban gondolnak. Ezért az Európai Unióval most történő megbeszélések nem rekesztik ki önöket a törvény demokratikus vitájának lehetőségéből. Önök többször hiányolták már az eszközkezelő kérdését, illetve felállításának ügyét. Én magam is így vagyok ezzel. Azonban szeretnék néhány megfontolást a figyelmükbe ajánlani. Először is a legfontosabb és ügy, hogy a legközvetlenebb veszélyben lévőket a kilakoltatási moratórium segítségével fedél alatt tudjuk tartani. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy ez hosszú távon nem megoldás. Nekik sem, az érintett családoknak, meg a bankrendszernek sem. Hiszen nyilván ennek következtében
különösen a jelzálog alapú hitelekkel operáló bankok hosszabb távon tartalatlan helyzetbe fognak kerülni. Mi is keressük a megoldást, de senki se várja, hogy a kormány kiváltja a bankokat ezekből a kötelezettségekből. Tehát olyan megoldást kell találnunk, hogy az egész rendszer, az egész helyzet kezelésének költségeit tekintélyes részben a bankszektornak kell viselnie. Az úgy könnyű lenne, ha bejelentenénk, hogy egyébként ezeket a rossz hiteleket átveszi a kormány, azt jó napot. És a bankok pedig szabadulnak egyetlen forint kockázatvállalás nélkül. Ezt gondolom önök se akarják. Márpedig egyelőre a bankoknak nem nagyon fűlik a foga olyan eszközkezelő megállapodáshoz, vagy arról szóló megállapodáshoz, amellyel korrekt módon tudnánk megosztani a terheket köztük és a költségvetés között. Ezért arra kérem önöket, hogy ne nyomjanak bele bennünket, ne nyomják bele a kormányt egy olyan megállapodásba, amely aránytalanul osztja meg a felelősséget a kialakult helyzetért, a költségvetés számára kedvezőtlenül, a pénzrendszer számára pedig kedvezően. Ez nem volna helyes. Tárgyalnunk kell, és meg kell próbálnunk megállapodást elérni, de azt kell mondanom, hogy ehhez még idő kell. Addig pedig megvédjük és garantáljuk, mint a családokat, és garantáljuk, hogy mindenkinek lesz fedél a feje fölött. A Tesco ügye. Hát nem szeretek személyeskedni, és nem szeretnék olyan véleményt megfogalmazni a hozzászóló személyéről, amit én a magaméval kapcsolatban kényelmetlennek éreznék. De ahogyan ön gondolkodik erről a kérdésre, az egy ilyen irodalmi szép lelkűséghez vezet, vagy legalábbis arra emlékeztet engem. Hát hogy akarunk megállapodni mi óriási hatalom multinacionális cégekkel, ha előtte nem fogunk pozíciót? Oda megyünk és kérünk tőlük valamit, hogy gondolták ezt? Azért kellett kivetni a válságadókat, hogy legyen tárgyalási pozíciónk. Meg kellett mutatni, hogy Magyarországon, ha szükség van, korábban érinthetetlennek tartott szektorok is, igen, arányosan szerepet kell válnak a közterhekből. Azt majd innen tárgyalhatunk. És lehet, hogy ez személyesen valakinek nem tetszik, na de a hatalomnak ez a világa. És itt sok milliárd forintról van szó. Ezért a válságadókat 3 évre vezettük be, és azonnal nyilvánvalóvá tettük, hogy nem fogadjuk el, hogy a válságadók kivezetése után a korábbi állapothoz térjünk vissza. Mert önnek igaza van, a számok korrektek. És ez szerintem is felháborító. De tudok mondani más szektort is, amelyet érint egyébként a válságadó, és az átlagos adóterhelése az valahol a 8-10% között volt, miközben a társasági nyereségadó Magyarországon 19%. Ezzel nem akarunk együtt élni. Na de kéregetésre, meg könyörgésre, meg a józan belátásra hagyatkozva ez nem fog megváltozni, mert rengeteg pénzről beszélünk. Tehát tárgyalni kell, a tárgyaláshoz tárgyalási pozíció kell, eszközöket kell fölmutatni, és érdekelté tenni kell még az ellenfelet. Érdekelté kell tenni még az ellenfelet is, hogy megállapodjon. Egyébként nem jön létre megállapodás. Legalábbis olyan, ami számunkra kedvező volna. Ezért ne állítsa szembe, azt kérem öntől, Schiffer képviselő úr, ne állítsa szembe a válságadókat és egy helyes adózási rendszer bevezetését. Először válságadók, aztán megállapodás, és annak szemben tisztességes adózás. Én ezt tanultam a politikában, és más utat járhatónak nem látok. Mindig összecsapunk e fölött a kérdés fölött, ami a arányos adórendszert illeti. Én szívesen vívom ezt az ütközetet, hogyha ön újra és újra megnyitja azt a csatát, amit én már lezártnak gondoltam, de kérem, fogadj el ismét legalább megfontolásul, vagy megfontolásként a következő gondolatot. Magyarországnak arra van szüksége, hogy mindenki dolgozzon, aki munkaképes. Sőt, ezt a munkát ösztönözni kell. De miközben a munkát ösztönözzük, nem tarthatunk életbe olyan adórendszert, amely bünteti a sikert. Ezért én nem járulok hozzá, vagy nem támogatom azt a gondolatot, hogy valakinek, aki 10-szer annyit keres, többet kelljen fizetnie, mint 10-szer annyit, mint aki 10-szer kevesebbet. Tehát én teljesen normálisnak tartom, és már többször hallom, hogy itt a úgymond gazdagokat, meg sikeres magyarokat rendszeresen támadják, és szembeállítják bizonyos osztályharcos megközelítésben a szegényebbekkel. Szeretném világossá tenni, hogy ahhoz, hogy a gazdaság működjön, sikeres legyen, ahhoz sokat dolgozó, sikeres, az adórendszer által is támogatott emberekre van szükségünk, meg vállalkozásokra. Szociálpolitikából nem lehet gazdaságpolitikát csinálni, már pedig az adórendszer nem a szociálpolitika része, hanem a gazdaságpolitikájé. És a gazdaságpolitika által előállított forrásokat kell a szociálpolitikában szétosztani, és semmilyen szociális szempontot nem szabad érvényesíteni az adórendszerben, az egy másik eszköz. Erre alkalmatlan. Ellenben egy sikeresen növekvő gazdaság megtermelheti, ha jól csináljuk, megtermelheti a szociális oktatási és egészségügyi rendszer működéséhez szükséges összegeket. Ezért
először is nem fogadom el, hogy a sikeres magyarokat állandóan úgy állítsák be, mint akinek még több terhet kéne vinni, sőt fordítva, örüljünk, hogy vannak hajlandók befektetni, beruházni, többet dolgozni, kockáztatni és vállalkozni, inkább támogassuk vagy bátorítsuk őket, és természetesen a rendelkezésünk álló keretek, pénzügyi keretek között gondoskodjunk azokról, akik munkanélkül nem tudják magukat civilizált európai színvonalon magukat és a családjukat el és fenntartani. Ezért ezt a két dolgot kérem önöket továbbra is tartsuk külön. Ami az arányos adórendszer miatti bércsökkenést illeti, szeretném megismételni. A kormány világosan vállalt egy feladatot. Megmondtuk, arányos adórendszer lesz, senki sem járhat rosszabbul. Ott, ahol a kormánynak közvetlen, ha úgy tetszik, közhatalmi lehetősége van, saját alkalmazottai iránt, vagy a saját tulajdonában lévő cégeknél, vagy egy családtámogatási rendszer bevezetésekor. Ott, ahol közhatalmi lehetőségünk van, mindent meg is tettünk, és ott a problémák nem is jelentkeznek. A problémák ott jelentkeznek, ahol a kormánynak nincs közhatalmi lehetősége, csak megállapodásokkal, mert ilyen egy demokrácia, csak megállapodásokkal tud operálni. A kormány nem írhat elő a piac számára bérszinteket. Én legalábbis a magam részéről ezt élesen ellenezném, mert az megfojtja a magyar gazdaság teljesítőképességét. Egy dolgot lehet csinálni, egy dolgot lehet tenni, a piac szereplőivel, munkaadókkal és szakszervezetekkel meg kell állapodni a béremelés mértékéről. Ez megtörtént. Megállapodtunk az országos béremelés mértékéről, és ha ezt a béremelést a cégek keresztül viszik a saját maguk költségvetésén, abban az esetben senki sem járhat rosszabbul az új adórendszer miatt. Tehát. A kormánynak az a feladata, hogy azt a megállapodást, amit az OJT-ban kötöttünk, érvényesítse. És érvényesíteni is fogjuk, mert megmondtuk, hogy Európa legmodernebb adórendszerét úgy hozzuk létre, hogy közben senki sem járhat rosszabbul. Ezért ki fogjuk kényszeríteni, megtaláljuk a módját annak, hogy a társadalmi partnerekkel közösen hogyan vegyük rá a cégeket, hogy végigvigyék a béremelésnek azt a mértékét, amit egyébként az őket képviselők az érdekesző tanácsban vállaltak. És ha mindenki betartja a megállapodást, akkor úgy lesz, hogy a kormány mondta. És én mindent meg fogok tenni, szerintem sikeresen, hogy mindenki betartja a megállapodást. Ezért, ami pedig a tisztelt szocialista képviselőtársaimat illeti. Tisztelt frakcióvezető úr, én miután ön minden adandó alkalommal a legdurvább személyes sértésekre ragadtatja magát, engedje meg, hogy most további erőfeszítésektől önt megkímélendő elmondjam, hogy én nem veszek tudomást ezekről. Ami az érdemi megjegyzéseket illeti. Freudi elszólásnak tekintem, amikor azt mondja, hogy a mi politikai közösségünk meg akarja semmisíteni az ellenfelét, mert hogy nagy és erős. Hát igen, önök ezt csinálták. Mikor nagyok voltak és erősek, megsemmisítették a politika ellenfeleiket. A magyar történelemről mindenki tud. Kérem, barátkoznak meg azzal a gondolattal, hogy senki sem akarja önöket megsemmisíteni. Sőt, én úgy látom, hogy inkább mindenki arra kíváncsi, hogy mondjanak már néhány fontos kérdésben valamit, amit föl tudunk használni, akár a kormányzásnál, akár az alkotmányozásnál. Ez a megsemmisítésnek egy igen furcsa és bonyolult formája. Azt a vitát pedig, amit az ember első hallásra pillanatnyi zavarnak, vagy annak következményeként fog föl, hogy önök azt állítják, hogy rendben és konszolidáltan adták át az országot. Jó volna tudni, hogy kinek. Mert hogy nekünk nem, az egész biztos. És csak halkan mondom, hogy gondolkodjanak már el azon, hogy 2002-ben, amikor megkezdték a 8. tartó kormányzásukat, egyébként egy választási eredmény alapján, akkor Magyarország államadóssága valahol 53% körül volt a nemzeti össztermék arányában. Most meg 80%. Ember, érti? 27%. 27%. Nyolc év alatt 27%-kal növekedett az államadósság. És önök itt ülnek büntetlenül. Nem kéne hálát adni a jó Istennek, tisztelt képviselőtársam. Ráadásul, igen, a magyar nép rendkívül toleráns, ez kétségkívül így van. Ráadásul én a sértegetés helyett inkább arra az egyszerű tényre emlékeztetném ön, frakcióvezető úr, hogy ön annak a kormánynak, amely mindezt elődészte, tagja volt. No, akkor kellett volna vitézkedni, mikor államtitkár volt. Ott kellett volna megmutatni. Meg ott kellett volna az önök kormányának megmutatni, mire képesek. Azon kívül a
azon kívül a csőd helyzeten kívül, amit előidéztek. Úgyhogy arra kérem önt, én, nekem nem dolgom, hogy a hozzászólások etikai határmezsdjéjének a kijelölésre javaslatot tegyek, de azért nem érzi mégis visszásnak ezt? Bennült egy kormányba, nem is tudom, talán 4 évig, vagy talán 6-ig is. Államtitkár volt. Közben tönkrement az ország. Föláll, és elmondja nekünk, hogy mit kéne csinálni, és mit csinálunk. Nem érzi ezt az egészet? Úgyhogy közben 2/3-dal elvesztették a választást. Nem érzi ennek a helyzetnek a tartalatlanságát? Hogy mondjam önnek, hogy értse? Szóval tudja, ilyet nem szokás tenni. Ilyet nem szokás tenni. Ez a parlamenti viták korrekt, tárgyszerű szellemétől teljes mértékben idegen. Na most akkor végezetül még hadd mondjam el, tisztelt hölgyeim és uraim, azt is, hogy én antropológiai érdeklődéssel figyelem azokat a főszólásokat, amikor a baloldal azt követeli tőlünk, hogy folytassuk az ő megszorításokra épülő politikájukat. És önöket nem zavarja meg, hogy azt a politikát 2/3-dal utasították, hogy az a megszorítási politika az csődbe vitte az országot, és mégis állandóan azt követeli tőlünk, hogy szorítsuk már még meg. Egy baloldali párt esetében. Jó, tudom, azóta milliárdosok vették át a pártot, de egy normális, hagyományos baloldali párt esetében, tehát egy megszokott európai baloldali párt esetében, az úgy szokott lenni, hogy a baloldal próbálja megvédeni az embereket az egyébként valamilyen összefüggésben még akár észszerűnek is tekinthető megszorításokról. És önök pedig valamilyen rejtélyes okból valamilyen kélyes érzésnek adják át magukat, amikor megszorítást követelhetik, vagy beszélhetnek róla. Miért jó ez önöknek? Miért akarnak tönkretenni embereket? Miért nem engedik, hogy olyan megoldásokat keresünk, ami jó az országnak, és nem teszi tönkre az embereket? Miért nem akarják megadni a lehetőséget, hogy olyan gazdasági szabályozórendszert építsünk föl, amely támogatja az aktívakat, ösztönzi a munkát, nem bünteti a sikert, és közben lehetőséget ad a szegényeknek is. Miért akarnak újabb és újabb bört lehúzni a szegényekről? Számomra, megmondom őszintén, az európai párthagyományok alapján ez a fajta baloldali viselkedés teljességgel megfejthetetlen. Tisztelt hölgyeim és uraim, természetesen, tisztelt frakcióvezető úr, én nem akarom azt állítani, hogy nekünk biztosan sikerül majd megoldásokat találni az ország legnagyobb bajaira. De egy dolgot tudok mondani önnek, ez pedig az, hogy esélyünk van rá. Nagyon sok baj van ebben az országban. Erről beszéltem. Szegénység, kiszolgáltatottság, a fizetést elvívő rezsi, kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, eladósodott háztartások, és sorolhatnám tovább. Nagyon sok gonddal kell szembenézni. Én csak azt tudom mondani, hogy ez a kormánykoalíció, ez a 2/3-os többség rendelkezik a siker esélyével, és azon dolgozzunk, hogy ezt valóra tudjuk váltani. Nem akarom azt mondani önöknek, hogy hallgatván a hozzászólásaikat, ezt az esélyt a másik oldalon meg egyáltalán nem is látom. De tisztelt hölgyeim és uraim, ma az a helyzet, hogy ezekkel a gondokkal és bajokkal ne tekintsék ezt sértésnek. A kialakult választási eredmények következtében csak ennek a kormánykoalíciónak van esélye, hogy megbirkózzon velük sikeresen. És ezért van az, hogy azt kérem önöktől, hogy bár ellenfelek voltunk a parlamenti választáson, leszünk is még. Mégis azokat a lépéseket, ami az ország érdekét szolgálja, és az esélyt próbálja valóra váltani, azokat dacára annak, hogy önök politikailag érdekeltek, legyenek kedvesek, támogassák Magyarország megújítását. Köszönöm figyelmüket!